Június 7-e van. Uh -huh. Igen, sok műsort megcsináltunk már, és most megint Gabi kitalálta, hogy aktualizáljuk a filmválasztást, hogy milyen filmeket fogunk összehasonlítani. És nagyon nagyszerű dolog jutott eszébe, hogy pont ma mi van? Ma 170 éve született Paul Goggen, festőművész, posztimpressionalista, és hát egészen véletlenül bukkantam az infóra, mert néha szoktam olyat csinálni filmező előtt, hogy megnézem, amikor lesz, hogy aznap milyen jeles események voltak, születések, halálozások, világnapok, stb. És most így megakadt rajta a szemem, hogy pont egy nyolcassal végződő születési dátum, illetve év, és, és hát akkor ugye kerek évforduló ebből kifolyólag, úgyhogy megragadtam az alkalmat, és találomra beírtam, hogy van-e Paul Gauguinről film, mert amúgy nem tudtam. Jó sok festős film van egyébként, picasso is, meg, meg, mindenféle festőkről szeretnek filmet készíteni. Hát gondolom, mert hogy összekapcsolódik, mégiscsak a film is egy vizuális művészet részben, és a festészetet olyan ötletesen lehet néha ábrázolni filmeken. És a pont találtam kettőt, ezek közül egy egészen frisset is, amit még nálunk nem mutattak be, de lehet, hogy valamikor befognak, fognak, reméljük, legalább valamilyen fesztiválon, hogyha hivatalos mozi bemutatón nem is. A Te, másik pedig egy, tehát ez egy 2017-es, ennek Gogen a címe, alcíme, ez hát magyarul út, ta, Tahiti-re ta, ta, lenne. Ta utazás, tahiti utazás. Tahiti utazás. de Tahiti. Igen, igen, <laughs> és igen. A másik pedig egy 2003-as, aminek meg éden a magyar címe, angolul Paradise Found, és hát eléggé különböző két alkotásról van szó. Már a, az elképzelés, tehát hogy az ember ugye filmről van szó, akkor képzeljük már el, hogy hogy nézhetett ki Gogen a rendezők szerint. Az elsőben Kiefer Sutherland játsza Gogent, Elég érdekes, még, még az elején elfogadhatóan próbál hasonlítani rá. Mondjuk az, hogy ha történelmi eseményeket dolgoz fel egy film, azért nekem fáj, hogyha, hogyha nem azt mondja, hogy nekem ott a célom, hogy rekonstruáljam az eseményeket. Tehát itt, nem tört, itt tehát nekem fájt az a film, mert nem, nem tette azt meg, hogy el tudjam képzelni, hogy na az, hogy történt, amikor Gogen mielőtt elment a hétire, milyen életet élt, és utána mi történt, vagy hogy változott meg. Viszont a másik filmben, a 2017-esben ugye ott Vincent Kessel van, nem tudom, jól mondom -e a nevét, ugye szintén ez is egy francia film. Vagy ha jól tudom, akkor mind a kettő koprodukciós volt. Igen, hát az elsőt egy ausztrál rendező rendezte, úgyhogy szerintem az, hát az nem európai hogyha koprodukciós is, nem tudom, hogy... Már hogy a tavait. Nem, nem? Az, az a 2003 as a Meglelt a Sutherlandeset, azt Ausztrál Fickó rendezte, és éppen ezért érdekesség, hogy Magyarországon ezt egy ilyen Ausztrál filmfesztivál keretében mutatták be, 2004-ben az Uránia moziban, és szerintem ez volt az egyetlen magyarországi vetítése, illetve hát biztos volt a tévében is, de Ja, de nekem olyan tévéfilmes volt egyébként. Igen, igen, de ennek ellenére jön fesztiválfilmként, de több országban meg csak DVD-n jött ki. És még emlékszem, ahogy az adás előtt így, így tervezgettük, hogy azt mondtam, hogy a kanál az ilyen tévéfilmeket csinál, de utána meg döbbentem egyet, hogy a 2017-es is ugyanennek a filmstúdiónak. stúdiónak. Ja, ész, a, észre sem vettem. Nem észre. <laughs> nem, tehát össze így össze. azt mondom, hogy jó, van, akkor visszaszívom, hogy gagyikat csinálnak. Teljesen más a képi világa, úgyhogy megdöbbentő, hogy 13 év, vagy mennyi, 14 év különbséggel sokkal-sokkal látványosabb és hitelesebb filmet csináltak. Jó, hát mondjuk ez a rendező meg a forgatókönyvíró nö múlik. De akkor... Én még azt szerettem volna elmondani, hogy, hogy természetesen itt mindig egy kicsit kritizálunk is, meg ajánlunk is. Te melyiket szeretnéd ajánlani a két film közül? Mindenképpen a másodikat, a 2017-eset. Hogyha muszáj választani, az, azt sem mondanám, hogy valami egetrengető filmalkotás, viszont ami tényleg a a képi világot, meg a zenét, meg a hangulatot, meg akár a színészeket is illeti, azért sokkal-sokkal jobb, és nem akart annyira, annyira, sokat markolni, mint a, mint a 2003-as változat, mert ott azt vettem észre, hogy ahhoz képest, hogy szerették volna a Gogen művészé és nagy nemesülésének folyamatát egy egész sok-sok-sok évet átölelő folyamatot ábrázolni egészében de mégis pont ettől lett talán felületes, hogy egy viszonylag rövid film, mert csak másfél órás, és ebben mindent bele akartak sűríteni. Onnantól, hogy egy ilyen bróker volt, egészen odáig, hogy már másodszor Tahitin megfesti azt a bizonyos főművét, aminek mi, mi a címe magyarul? Amúgy valamilyen honnan jövünk, hová megyünk, valami hasonló. Igen, ilyen, ilyen Az élet nagy kérdései, és egy ilyen nagyszabású, hatalmas festmény. Viszont ez a 2017-es francia rendező által készített film, ez, ez egy kis epizódot ragad ki, tehát eleve nem törekszik arra, hogy az egész, egész festői életmű alakulását bemutassa, hanem pusztán az első tahiti utazásának idejét, ami 1891 és 93 között volt, tehát ezt a periódust és eb ezen belül is ö, úgy mutatja be, hogy arra koncentrál, hogy az ottani hát idézőjelbe vett feleségével, tehát az ottani benszülött feleségével milyen volt a kapcsolata. Kicsit amúgy egy ilyen múzsa történet is szerintem ez a film. Most a múzsáról jut eszembe, meg hogy egy kicsit azért úgy messzebbről nézzük már ezt az egész Gogen történetet, hogy, hogy miért akar valaki Gogenről filmet csinálni. Ugye mai napság, meg hát végül is már nem sokkal azután, mondjuk 10, 10 valahány évvel azután, hogy ő elkezdett festeni, már híres lett, vagy elismert lett. Híres még nem, de elismert, egy páron el, el, elismerték. De beszéljünk már inkább arról, hogy, hogy volt Tahiti-nek egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen misztikus, különös világ képe, vagy képzel, képzelgése. Tehát, hogy azt mondták az emberek, hogy fú, akkoriban, hol a franciák legfőképpen, ugye azt mondjuk már el, hogy francia gyarmat volt Tahiti, ez a Francia, francia Polinézia. Polinézia. igen. Hogy vágytak e oda az emberek, főképpen a művészek. És e már előtte ugye volt film erről, hogy a történelmi eseményeket megpróbálták bemutatni, hogy a Lázadás a Bantin, és hogy, hogy ott egy idilli egy ilyen földi paradicsom van Tahitin, és hogy az európaiak, legfőképpen a franciák vágytak oda. Uh -huh. és, és azért, azért azt mondjuk már el, hogy, hogy az akkori francia festőknek volt egy ilyen, Gogennek is egy ilyen, hát nem tudom, ez ilyen divat volt akkoriban, hogy vidéken kell festeni. Ugye? Tehát, hogy, hogy Párizsban, ott, hogy is mondta az előadó, hogy abszintoznak a, a kocsmákban, arra jó, meg kiállításokat rendezni, viszont alkotni, meg el kell menni falura, vidékre. És ezt meg is tette Gogen, mielőtt elment a Hitire. Tehát Igen. ott kapott egy, egy ilyen indítatást, hogy elfogadta ezt a, az állami, tehát nem tudom, ösztöndíjnak mondhatnánk most, hogy ő, ő elment a Hitire. Na mondjuk már, hogy hol van a Hiti, tehát hogy nem tudom hány ezer kilométer, de két hónapig utazott oda. És az, hogy ő elvonult a világtól, mint egy hippi, ezt elég jól bemutatja egyébként mind a két film. Igen. Tehát az, hogy csak, csak az jön le belőle, hogy na, akkor én most kivonulok a civilizációból, és megtalálom a, az édent, a földi édent, de, de a valóságban meg ez nem így volt, amit inkább a 2017-es film mond el, jó? Hogy igenis nagyon sokat szenvedett amit Vincent Cassel nagyon jól tud szenvedni. Igen, és hát a megkettőződése a családi vagy a házassági problémáknak is érdekes, bár itt mondjuk megkettőződésből, tehát az egyik film a Megleltéden, az szinte végig ugye az ő Dán feleségével, Mettével való konfliktusaira helyezi a hangsúlyt, és ott mellékesen ott van ez a nő Tahitin, aki viszont ugye a nyugalmat, meg a természetközeliséget hozza meg a számára. A második filmben ott már rövid ideig látjuk csak a feleséget, és nyilván ott is megvan a konfliktus, de amellett ugye ebben a bizonyos meglelt paradicsomban is ugyanúgy konfliktus alakul ki, tehát ezzel az ottani feleségével, aki egyébként 13 éves volt, amikor a felesége lett, ugye ott helyi szokások a -a szerint. Igen. És tehát a, azt is, hogy vele sem volt éppen fenékig telj fel az élet, illetve számomra nagyon érdekes volt az, hogy, hogy amint mondtam, hogy ez a múzsaművész kapcsolat is megjelenik benne, és a művész önzősége, ami ugye szerintem sok más filmben is előkerül, meg alkotásokban, hogy, hogy tulajdonképpen eszközként használja azt a nőt arra, hogy ő kiteljesítse a művészetét. Tehát, hogy például, amikor nagyon rosszul érzi magát a nő, és akkor ott hever hason az ágyon, akkor nem mondjuk megvigasztalja, hanem lefesti gyorsan, mert hogy ez mennyire jó beállítás. És hogy tényleg úgy is a 2017-es filmben ott nagyon hangsúlyozzák, hogy így rakosgatja, hogy hát jó, nyilván ez mindig így van, hogyha valaki modellt áll, hogy instruálják, hogy hogy mozogjon, meg úgy, 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 úgy. De de ezen belül az is benne van, hogy tényleg, mint valami, nem tudom, ilyen gyümölcstálat festene, és akkor azon rendezgetné az almát meg a körtét, hogy melyik néz ki jól. És a nőt is egy kicsit tárgyként tekinti, tehát sőt, a végén nekem az nem jutott eszembe, mikor ott bezárja, ugye a ja, vége felé, mikor féltékeny rá, mert hogy ez a lány, ö, bizonyos Tehura, ő... Ezt kicsit úgy összekavar egy helyi fiúval is, vagy lehet, hogy nem is kicsit, és akkor is szétválasztja őket, elmennek egy másik településre, és, és akkor mikor ő elmegy otthonról, akkor bezárja a csajt. Tehát így erről meg arra asszociáltam, hogy mint valami macskát vagy kutyát, amikor így nem akarod, hogy kiszökjön, akkor bezárod a lakásba, és akkor majd ott biztonságban lesz. Tehát, hogy, hogy tárgynak, meg ilyen kis állatnak, házi állatnak, tehát ilyesmiknek tekinti. De egyébként érdekes ez a, a tahiti, nem is tudom, életszemlélet. Nem tudom, hogy ez ma már gondolom nincs meg, mert vagy, nyomokban, talán mert most már a turizmus, tehát hogy próbálják így fele, le, feleleveníteni azt, amit esetleg még Gauguin ott valóságban megtapasztalt, hogy még éltek ezek a hagyományok, hogy tehát ott a nő, mint ahogy a Bant is filmekben is, alig várja, hogy a férfi mondjuk egy, egy idegen férfinek a kedvére tegyen. Tehát, hogy neki az a dolga, hogy ő vahine legyen, mondjuk az eredetileg csak simán szolgáló lány, de azért valljuk be, hogy ott a szerető is, vagy az ágyas státusz is benne van. És most csak egy pillanatra megemlíteném a Lombrandót, hogy ugye ő is Tahiti felesége, a harmadik felesége az Tahiti csaj volt. A, a film egyik tehát a főszereplőjével össze is jött, uh -huh. és vett is egy Tahitin egy szigetet, illetve ott a Polinézia egyik kis szigetét meg is vette. Azt tudod, hogy még a fia még mindig ott él? -e az egyik ja, gyereke? Igen, igen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy akik így szeretik ezeket az egzotikus szépségeket, hogy erre vannak rákattanva, azoknak az egy tényleg egy éden. És meg ilyen hímsovinisták is, mert ott kielhetik magukat, mert ott a nők úgymond a nőknek az a feladat, hogy a férfiakat szolgálják, viszont annyira De ez a filmből is kiderül, a második film, tehát a, hogy mondjam, tehát az első filmben abszolút ez idillikus hazugság jelenik meg, de a másik filmben azért ott van, hogy magányos volt Gogán, egyáltalán nem érezte jól magát Tahitin, szegény volt, nem kapta meg azokat a pénzeket, ami, ami beígértek neki, nem tudott még festeni se szinte, nem volt élelmese, és maximum ezekre a hozzácsapódó vahinékre tudott számítani, mint társakra, viszont azoknak meg, meg volt a jó joguk arra, hogy hát én szórakozni szeretnék, én barátnőket szeretnék, jól szeretném érezni magam, tehát ö, valahol meg ilyen érdekes, hogy ezt mi el sem tudjuk képzelni, hogy hogy ö, pasizzatok, ö, adjátok oda magatokat, Szerencsétek egymást, de közben, meg ö, ti is azt, végül is azt csináljátok, amit akartok, tehát nem csoda, hogy elkalandozott a kis jány. Hát meg már az elején is ott a családja kijelentette, amikor szó volt róla, hogy, hogy feleségét fogadja. Meg Egyrészt megkérdezték, meg hogy kellene neki a fickó, tehát volt beleszólása, másrészt közölték Gogennel is, hogyha majd nem lesz boldog a lány, akkor el fogja hagyni. Tehát, hogy, hogy azért neki is valamennyire tehát őt is boldoggá kellett tenni. Tehát nem csak arról van szó, mint az első filmben, hogy a, a Dán díva feleség, az, az, ugye mindenféle szép ruhákban szeretne járni, meg nem De szeretne szeretne szegény lenni. Azért azt mondjuk már Igen, el, hogy tehát egy, szép egy kifejezetten szép csaj játszotta. Ellentétben mondjuk a második filmmel, ahol a feleség egy rövidke időre mert egy csak egy pillanatra ég. jelenik meg, és hát erős kontrasztban van ugye, az izgalmas tahiti nővel. De hát a másik filmben azért Nastasia Kinski tényleg ő, ő mondjuk akkor ott is mondhatjuk, hogy kontraszt külsőleg, de abban meg nem kontraszt, hogy jó nő volt az egyik is, meg a másik is, tehát a tahiti feleség, meg a Dán feleség is. Tehát, hogy, hogy nem csak annak vannak igényei, nem csak ennek a jó éthez szokott asszonynak, hanem a tahiti kislánynak, ö, aki nyilván a filmben kevésbé volt kislány, mert azért ott már nem ábrázolhatnánk úgy, hogy egy 13 éves csalja a kavar, az ö, elég furcsa lenne. De, de hát neki is voltak vágyai, ő is szeretett volna szép fehér ruhát, meg szeretett volna... Ö, valódi törődés, meg gyengétséget, tehát nem csak azt, hogy most jaj, de jól nézel ki, és akkor fú, ez most milyen jó festmény lesz, akkor rögtön nekiállok és felmázollak egy vászonra, aztán meg mehetsz utadra, <laughs> hanem, hanem hogy tényleg valódi kapcsolatot szeretett volna, ezt így is leegyszerűsíthetjük, és amikor mondjuk egyenrangú felek, és nem egy ilyen szép tárgyként működik, ami inspirálja a nagy művészt, hanem, hanem, mondjuk valóban beszélget is vele, vagy, vagy úgy, úgy kezeli, mint egy embert. Még azért arról beszéljünk már, már, hogy az emberi kapcsolatokon kívül azért elég szépen bemutatja mind a két film a Gogen művészetét, tehát akár az alkotási folyamatot mind a kettő szépen elképzeli meg a képeit is megismerheti, aki megnézi a filmet. Tehát nagyjából, úgymond, idézielben képet kap arról, hogy Gogen hogy miben volt újító, mert ugye azért azt mondjuk már el, hogy ő két korszak közt, két stílus korszak közt volt egy ilyen átmeneti Időszakban alkotó, amikor az impressionisták és az expressionisták, ugye, így, így, hát, hogy mondjam, hogy eldur volt az impressionizmus, és elkezdődött már a modern művészet. Átmentünk egy kicsit az abstrakt felé, vagy az elvont, nem a valóságot ábrázolni, hanem ami bennünk van. És én úgy gondolom, hogy, hát, valaki így mondja, valaki úgy mondja, hogy Gogen, posztimpressionista volt, tehát azt jelenti, hogy abban az őzavaros időszakban, amikor kezdett lecsengeni az impressionizmus, hogy mondjuk a plenár, hogy kimegyünk és a természetben festünk, ugye ezt manapság próbálják is visszahozni, ezt az életérzést. Viszont én inkább azt mondanám, hogy. Tehát a fóvok, nem tudom, a fóvokra hallottál, hogy a vadak, amikor ilyen nagyon erős színekkel nincsenek árnyékok, tehát őket előlegezhette meg, vagy előzhette meg. Mm -hmm. Tehát ő biztos, hogy mindenkire hatott utána. De... Na és hogy tetszett ez az embereknek? Ki is volt az, aki többek között fikázta a Gogen művészetét? te mondd, mert, tehát a Zsüli kisasszony írójáról, amin nap beszélgettünk pont, drámaíró is megkritizálta, a Gogen kortársa volt, aki nagy nőgyűlölő hírében állt, és kiderült, most egy, utána olvastam, hogy én Impressionisztikus tájképeket is festett. És akkor, amikor visszajött tahiti a Gogen, akkor ugye volt kiállítás, és teljesen lefikázta, hogy valami borzalmas, és hogy konkrétan kimondta, hogy nem szeretem. De ez egy hosszas, hosszas levélben megért, és ez meg is jelent, ha jól tudom. Uh -huh. Hogy hívják? Svéd? August Strindberg. Strindberg, igen. Tehát a Zsuli kisasszony őrületet is ő írta. És akkor ő fikáz mást, aki, aki szintén, szintén újító volt, vagy hát fura volt. Na. És milyen érdekes az, hogy még Strindberg festegetett, Gogen meg írogatott, vagy írt, mert hogy ugye neki is megjelent egy önéletrajzi könyve, pontosabban pont arról az első, Tahiti időszakról, amiről a Vincent Casseles film is szól. Ez a Noa Noa című, azt hiszem, hogy illat, illatot jelent az ottani nyelven, és ez, ez egyébként utána néztem, hogy most is antikváriumokban meg lehet venni, úgyhogy nekem fel is keltette az érdeklődésemet, hogy maga Gogen hogyan írta meg ezt az első találkozását Tahitivel és az ottani hangulatot. Tehát ez, ez szerintem ezt is még így látatlanban is ajánlhatjuk, mert még én sem olvastam, de, de szerintem el fogom olvasni ezek után. Most nekem itt van az asztalon egy könyv, ezt is tudom ajánlani, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését Gogenről, hogy szeretne többet megtudni. Ez bizonyos B. Danielson, az egy brit pasi, ő Gogen élete Tahitin címmel csinált egy könyvet, 64-ben, 1964-ben írta, de valami katasztrofálisan uh, dokumentalista, tehát uh, most nem tudom pontosan, hogy hány oldal, de ebből a vége, ilyen 25-30 oldal, csak a, a forrásanyag megjelölése. Az szép. Tehát nagyon hiteles, nagyon részletes, Sokszor, érde tehát sokszor érdekes is, de de jobban. Tehát én amikor kinyitottam, azt hittem, hogy az lesz, hogy én, én gogen. Tehát, hogy valaki írt egy regényt uh -huh. ebből, hogy jó, vannak információim, és akkor ebből írok egy olvasmányos könyvet. De nem. Tehát ilyen tankönyvszerű, viszont ebben nem lehet belekötni. Tehát ez alapján azt mondom, hogy a 2003-as Kiefer Sutherland játszott a Gogenes film, az az elképzelés, hogy Gogen milyen jó fej volt. Viszont ebből, ebből a könyvből, meg a, meg a 2017-es filmből is, ami, ami ehhez a könyvhez sokkal jobban ragaszkodik, azt mondom, hogy hitelesebben megismerheti valaki Gogent, több helyen olvastam és is, is hallottam előadásban is, hogy nagyon-nagyon nehéz ember volt, ugye szokták ezt mondani így egyszerűen. A borzasztó emberekre szokták mondani finoman, hogy A nehéz ember. Rendkívül önző volt. Na ez az önzőség, ez például párhuzam, mert ez azért filmben megjelenik. Az Ugye mindig a nem nőke, De azért ott is a nővel szemben, azért az első Na, hivatalos feleségével szemben. Jó, de ugyanúgy képest. ott hagyta. Tehát, jó, de, de nem úgy. úgy hagyta ott, hanem ilyen sírva, zokogva jó, a fájdalommal. Még, nem. Igaz, meg a másik nőt is, ezt jó, hogy mondod, mert ez a sírva, zokogva az, az első film, tehát ebben a, ebben a filmben a meglelt édenben, mikor távozik a szigetről, talán ez nem is tudom, hogy ez először, amikor ezt az első csaját elhagyja, akkor ez ilyen pokahontaszos jelenet, hogy a lány néz utána vágyakozva, és akkor mindketten nagyon szomorúak, és, és hát a hatalmas ez pont megtörtént, ebbe a könyvbe is le van írva. Tehát ez pont megtörtént. De most az, hogy a látszat az mi, Hát igen. Tehát, hogy mi van mögötte. Ez, ez csak egy ilyen szokás volt valószínűleg ez a búcsúztatás. Hát ott. persze csak ez a jelenet ez olyan igen, igen, mm. olyan volt, hogy, hogy az ugrott be róla meg a zenéjéről, meg az oroszlán király. Egyébként egy kicsit ez az ilyen áll, mit tudom én. Így, mindjárt elkezd valaki énekelni arról, hogy az élet az úr. De. Tehát egy kicsit igen, tehát olyan, olyan, lebutított volt, meg így összesűrített az első, és még az elején azt akartam mondani, azt, azt hiszem, hogy nem fejeztem be, hogy a Vincent cassel filmben az, azáltal, hogy ezt a pár évet mutatja be, és tényleg egy kis epizódot ragad ki, hogy sokkal, hogy azért is sokkal hitelesebb, mert így egy, egy hangulatot megragad, meg azt, hogy akkoriban ott bele tudod élni magadat, Persze, hát nyilván sokkal szebbek a képek, azért sokkal jobb az operatőr, vagy több pénz volt, ugye nyilván ez is számít, meg olyan európai, melankólikus hangulata van, tehát érzed végig ezt a szomorkásságot, hogy, hogy azért ott mindenkinek nagyon nehéz, és jobban bele tudod élni magadat, és úgy elképzelni azt a rövidebb időszakot, hogy mint, ha te is egy kicsit elvonulnál, mondjuk két-három évre, és akkor ott ott lennél a hitin, hogy, hogy milyen lenne. Tehát a, az első film az, az nagyon össze-vissza csapong ebben, és tényleg felületesen ragadja csak meg ezt az egészet. Itt viszont elmélyülhetsz pont azért, mert egy kisebb részt mutat be, úgy ráközelítesz az egészre, és úgy belehelyezkedsz. Hát azért több év bemutatására szoktak sorozatot csinálni, ugye? Tehát Igen, ez, tehát ha ez a gogen életét alkalmas. mondjuk részletesen be akarnák mutatni, nekem is pont ez ugrott be, hogy egy sorozatban lehetne esetleg. Emlékszem, még gyerek voltam, ami gólya. Gólyáról volt. Goya. Ja, most hirtelen nekem a madárban. bocsánat, Bocánat, a <laughs> festőkről golya, van golya. szó, de mégis a madár, madár <laughs> volt. Volt egy tévifilmsorozat, és én mindig így így, csünktem, hogy jaj, mindjárt mindjárt lesz, tudom, egy héten egyszer volt, ugyanazon a napon, és nem tudom már, hogy hány hat-hét részes volt, de igen, ez kellene. Egy, egy, egy festőt bemutatni, mint ahogy most is megy a National Geographicon. Picasso. Ja, most Banderasszal. Igen, még nem sikerült egyet sem megnéznem. Ó, hát picasso is nagyon szeretik a filmesek. Róla is több film volt. Például a Túlélni picasso című. Szerintem én azt nem láttam. Majd meg kell nézni. Tehát sok festős filmekre is még lehet, hogy egyszer visszatérünk, mert össze lehet gyűjteni jó párat. Akár egy festőről is. Szerintem hallgassuk meg az egyik, melyik filmnek a zenéjét először. Csak egyet hoztam most a, az új filmnek a, a zenéjébe, hallgassunk bele. A tavalyinak, és akkor még mielőtt meghallgatnánk, azt elmondanám, hogy most jön a, a vizuális kritikák, ugye a megvalósításról fogunk beszélni, úgyhogy ez spoiler lesz, hogyha valaki nem szeretné meghallgatni, mert elsőre szeretne ledöbbenni, és nem vár semmit. Most mi azért el fogjuk mondani, hogy milyen baklövések voltak a, a 2003-os filmben legfőképpen, de majd kiderül, hogy a másikban is volt -e ilyen. Jó. Itt vagyunk megint a Filmezővel. Gogánról beszélgetünk, és a róla, róla készült filmekről. És ez volt a 2017-es filmből a Warren Ellis és Nick Cave által szerzett egyik szám a soundtrackből. A Me Meonea ahogy vagy valami mi a címe. <laughs> ennek pont ennek a számnak. És a, azért is gondoltam, hogy megemlítem a, a zenét most mert hogy ez is egy jó kis kontraszt, amint már mondtam, hogy egy kicsit idétlen volt szerintem a másik filmé, és hogy ez sokkal hangulatosabb. Na és mi még mi az eltérés? azt a szót is, hogy igényesebb. Igen. Itt most kirakom Gabi elé a, a könyvet, erről már vitatkoztunk, hogy itt van egy fénykép. Guggen fénkép. haja című szekció következik, ami onnan ered, hogy a Kiefer Sutherland főszereplésével készült 2003-as Meglelt Éden. Már, ja, egy párhuzam, hogy mind a két film a tengerrel indul. Itt az, a Kiefer ott már egy, ott már a hajón vannak, azt hiszem, vagy épp érkezik meg, és, és hát a haja az egy ilyen korai Bundesliga stílusú, <laughs> nagyon hosszú. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a fejete rövid, Liga mert haj. ott még meghagyták a szegény kifernek az eredeti haját, és így lehetett látni, hogy hozzá van tűzgelve a majd, hogy nem segígérő haj. Igen, De tehát most... nem nagyon értjük ezt a, ezt a lépést a művészek részéről. A rendező. Igen, tehát az... <laughs> Mondjuk művésznek, jó. Hát vagy lehet, hogy a forgatókönyvíró is beleírta, hogy Gogen hosszú haj a, lobog a szélben. És akkor... Ja, majd erre visszatérek, -e. hogy, hogy biztos, hogy néztek ki fotókat, korabeli fotókat, mert azért ezt mondjuk el, hogy 800 as évek végén már azért készültek fotográfiák. És itt a, látszik, hogy 1891, tehát amikor a, kezdődik a 2003-as film, ki van írva a film elején, hogy éppen leszáll a hajóról és a homokba lép Gogen. <laughs> abban az évben készült fotó van itt Gogenről, és nincs hosszú haja, de most nem szeretnék kötekedni, mert elképzeltem, hogy a rendező, vagy akár a, for a forgatókönyvíró a hosszú haján szerette volna szimbolizálni, hogy ő már eltávolodott a tőzsde ügynöki életétől, hát és, hippi, és már hippi lett, igen, de hát azért ez durva, mert na most nem tudom, hogy egy ilyen hosszú, tehát még hogyha hogy vagy én vagyok földhöz ragadt, tehát hogy, hogy lehetetlenség volt. Tehát egy pár év múlva történt ez a tahiti kivonulása, vagy elvonulása az addigi élete után. Tehát ekkora nagy változás nem következhetett be. Tehát ilyen bocsánat, de nekem annyira hervasztó volt ez. Tehát ilyen meg túl direkt, lenné, te... meg, ha még, még jól nézett volna ki, most ezt nem azért, mert hogy ennyire felszínesek vagyunk, csak hogy tényleg amiatt, hogy úgy nézett ki, mintha oda lenne csatolva, és hát valószínűleg oda is volt. Tehát már ez olyan... Igen, jó szó a gagyi, tehát idétlent. Már ettől elidegenít, elidegenít az egésztől a film, hogy hülyének nézi. Nem tudtam figyelni arra, hogy mit beszél, vagy mi történik a filmben, mert csak azt néztem, hogy hogy néz ki, hogy oda van csató, és hogy haj, haj. Igen. A haja eltakarta a cselekményt, nem? Tudod, milyen haja volt, mint Dürernek az a körülbelül, csak tudod, ez a ilyen szép kis hullámos, uh -huh. mit tudom én, válig, vagy tovább érő haj. Na mindegy, ezt befejezve nem is ez a lényeg, hanem hogy oké, okay, legyen ez egy szimbólum, hogy ő már hippi lett. De szóba hozzák a filmbe. Tehát, hogy filmben... Ha ne... nem vennéd észre esetleg. <laughs> a, a, igen, hogy a vahinéja azt mondja, hogy mi téged fiulánynak fiú hívunk, vagy férfinőnek hívunk, és akkor kérdezi, hogy de miért? Hát és akkor hát jó, hogy azért, mert hosszú haja van, mint egy nőnek. De közben borostás, tehát. <laughs> a, ja, és szakállal is van. Szakállas nő, úgy is mondhatnánk. Hát az jobb, jobb, szó lett volna rá. Igen. az a, nagyon... Hogy hívják, milyen wurst? Ja, koncsita <gül�ungen> Kocita, <wúzt. gül> igen, kolbenszos csaj. Na, szóval, hogy volt ez az egyik, ami zavart, úgymond illúzió romboló volt, mert hogyha egy műfaját tekintve is életrajzi filmet nézek meg, akkor vannak bizonyos elvárásaim, hogy jó, akkor mutassa be a film azt, hogy, hogy, amit én nem tudok elképzelni, hogy nem kell elolvasnom, nem tudom hány könyvet hozzá, hogy én tudjam, hogy mi történt Gogennel. És hát egy és matematikai a... probléma is van a filmmel. <laughs> Igen. Mondhatnánk, hogy elsős számtan beli probléma az, hogy hány gyereke volt Gogennek. Mert hogy hány gyereke volt? Hát a Dán feleségétől volt öt. Tehát még mielőtt elment a hitére öt. Öt. Tehát ez a valóság, jegyezzük meg, öt. Tehát és egy, mennyi... egy tisztes családapa volt, ez mondjuk annyiból fontos lehet és mennyi volt neki a a filmben végig, lehet volt. <gül> <gül> igen, ott végig. valahogy végig négy gyereke volt. Tehát, hogy esetleg az, hogy nem tudtak már plusz egy gyereket fizetni, mert annyira uh -huh. kicsi volt a költségvetés. És nem tudom, hány év vett ölelt át a film, de végig ugyanazok a gyerekek voltak. <gül> hát, <gül> igen, és azért összességében, hát ugye a második Tahiti útjának, a, ahogy ezt olvastam az életrajzában, hogy amikor ezt a Honnan megyünk, hová megyünk, most nem tudom mi a... Honnan megyünk, szóval honnan jövünk, hová megyünk. Festményt festette. Az közvetlenül azután volt, hogy a Dán feleségétől született lánya, aki a legidősebb gyerek volt talán, hogy ő húsz éves... Nem nem? volt. Akkor a második... Nem, ő az egyetlen lánya volt, ha jól vagy, tudom. Tehát mindegy, lényeg, hogy már egy felnőtt volt, húsz évesen meghalt, és azután festette. Hát ez... Tehát jóval nagyobb időintervallum. Tehát mondjuk 1800 eleve, nem 1891-ben indultunk, mert hogy visszatekintések is voltak. Tehát a film az akkor indult, mikor leszállt a hitin, de aztán visszaugrottunk oda, amikor ő még nagyban a tőzsdén ilyen Wall Street farkasa stílusban nyomul, <laughs> annyira azért nem, de, de még ilyen komoly pénzembernek tűnt, aki ad, és magyaráz, és nem értett, hogy mi van, mert én az ilyen tőzsdés dolgokat sosem értem, hogy, hogy hogy vannak ezek, hogy hányat vesz, hányat elad. Szóval látod ezt a nyüzsgő tőzsdei életet, ami hát nyilván pár évvel azelőtt van, hogy elmegy Tahitire, feltételezem. És, és utána ugye a második Tahiti út, tehát ez nem tudom, így legalább tíz év, de még több talán, amit felölel ez a régebbi film. Akkor hívjuk régebbi filmnek. Jó. Ez viszont az, az, megint szintén ilyen hablat volt, hogy jaj, ott hagyta a tőzsdét, és már is ott az utcán összetalálkozott Pizáróval, de, de ez viszont igaz történet volt, hogy, hogy ez szépen bemutatta a film, hogy ő miért kezdett el festeni úgy, hogy hivatásszerűen, mert hogy hobbiból már ő festett előtte, és műgy műgyűjtő volt, mint gazdag tőzsdeügynök, megtehette, hogy imádta a festészetet, és folyamatosan vásárolta föl az általa értékesnek gondolt műveket, és mellette, amikor meghívta a Pizárót magához, akkor Pizáró, hát a fiam így képzeli el, de tényleg valóban valahogy így történt, tehát, hogy hogy meglátta, hogy ja, ezt, ezt kifesteti, és mondta, hogy én. Uh -huh. Igen. És a, onnantól kezdte valóban, tehát a valóságban is így történt, hogy biztatni Gogánt, hogy hát vessen. Csak hát ez a, ez a marha, öt gyerekkel, vagy négy, még akkor, azt mondta, hogy hát akkor én ebből fogok élni, akkor én festeni fogok. És elszegényedtek, miközben Mai nap se, akkor se, előtte se, tehát soha nem volt egyszerű megélni művészetből, legfőképpen festészetből nem. Tehát ebből is látszik, hogy nehéz ember volt. Uh, rendkívül nagy önbizalma volt ahhoz ki. Tehát nem tudom, hogy most ezt bezáró ültette bele, de de ez mind a két filmben elég jól megjelenik, hogy, mm -hmm. uh, hogy ő így hirtelen kapott egy ilyen nem is tudom, Gellert, <laughs> vagy hogy mondják ezt. Nagy bátorság kellett hozzá, illetve nagy önbizalom. És optimista is volt. Tehát az, hogy olyan Szerintem szer... nem optimista De az önbizalommal... volt, hanem leszarta. Hát leszarta, lehet, hogy a, lehet, mi lesz mondta... a gyerekeivel. Igen, csak úgy volt, ez mondjuk a későbbi filmben tűnt fel, hogy mondták, hogy ugye, hogy nincs pénz, nincs pénz, mit tudom én, de hogy így volt valamilyen megnyilvánulása, hogy majd beindul, vagy majd lesz, vagy valamilyen, hát de lehet, hogy ezt tényleg csak így ráhagyta, hogy lesz, ahogy lesz, de, de hogy mintha bízott volna benne, hogy majd fellendül a festménybiznisz így idézőjelben. De, de hát ez az önbizalommal is összekapcsolódik, hogyha hát, valaki mivel bízik benne. volt, ezért tisztában lehetett azzal, hogy, hogy nehéz. Hát meglátta magát Pizárót is, hogy amikor ő ő megint visszaugrunk volt. a régebbi filmre, mert talán a másodikban nem is. Nem, nem, nem. Hát nem, mert ez már utána van persze, Igen. és az csak azt a korszakot öleli fel. De hogy hát ő vele is találkozott, aki, aki hát nem bírta eladni a festményét, meg ö, lepukkantan nézett ki, meg szegény volt a családja. És hát ebből is láthatta most, hogyha máshonnan nem tűnt volna fel, hogy milyen a festők helyzete, ha nem futnak be véletlenül hirtelen nagyon gyorsan, hát akkor sokáig kell szenvedni. És ami még tök érdekes szerintem, hogy hogyan... Tehát ez a kérdés, hogy össze lehet-e egyeztetni. Tehát lehet-e az, hogy valaki nek van rendes állása idézőjelben, és mellette hatalmas művészként festeget, vagy neki kell szentelnie az egész életét. Mert itt például az emberben felvetődhet a kérdés, hogy hát miért nem vállalt akkor esetleg egy olyan állást, ami, vagy akár folytatta a tőzsdézést úgy, hogy hogy mellette festés és akkor megpróbálja eladni, és akkor hát, ha valami lesz belőle. De nem, mert itt úgy volt, hogy szevasztok, izé szétdobálom a tőzsdén a papírokat, izé eltaposom a kalapomat, és akkor rohanok bele a semmibe. Mondjuk ezt megértem. Tehát, hogyha valaki ennyire újító, gondolkodású, felfedező, és, és, és teljesen más dolgot talál ki, mint ami éppen akkor zajlik, mert ugye ő is lehetett volna elismert festő, hogyha impressionista stílusban fest, ami mm. akkor nagyon menő volt, de ő nem abban a stílusban festett, pedig meg tudta volna csinálni valószínűleg, hanem épp az, hogy ő újat talált ki, és annak az elfogadása az mindig időbe kerül, és ő feláldozta a családját ezért. Azért ez ritkán van, szerintem. Igen, és ebben is van egy ilyen Érdekes ellentét, hogy az elején bizarró mennyire biztatja, és amikor a, a, van ez a bizonyos Tahiti utáni nagy kiállítása, ez az első Tahiti után. Akkor, akkor meg piszárólt fanyalog. Tehát majdnem mint Strindberg, hogy hát ezek meg mik itt, meg hogy mik ezek az élénk színek, meg meg ez hogy. És ugye ebben a, a régebbi filmben van egy ilyen is, hogy ott kinevetik konkrétan az emberek, hogy ha-ha-ha, mentem piros kutya, vagy mi volt az egyik képen, és akkor hát ez meg hogy néz ki, és hogy így szinte már ilyen komikusan el van túlozva az, hogy hát mennyire meg nem értett művésző, vagy hogy mennyire értetlenül néznek rá talán ez annyiból lehetett jó, hogy, hogyha valaki nem érti azt, hogy ugye vannak azok az emberek, akik elmennek egy modern kiállításra, modern, már nem tudom, hogy milyen szót használjak rá, mert már minden van, hogy azt mondja, hogy oh, hát ilyet én is tudok csinálni, ugye sokszor ja, vagy mondják hát -modern, ezt, Vagy mit tudom, igen, tehát ez a... Mm, ja, hát mikor, nem tudom, fekete négyzet, fehér alapon, avangard, vagy nem tudom, miért, milyen, jellegű. Toll, ugye, de hát azóta már millió irányzat volt, hogy, hogy ez a film, vagy ez a, mind a két film, ez arra is jó, hogy megértsék az emberek az átmenetet. Tehát, hogy, hogy igenis volt az, hogy, hogy el, idézőjelben elfajult mostanáig ez a, az hogy nem, nem a látvány megjelenítése a cél, a, a látvány élethű megjelenítése a cél a művészetben, hanem, han, hanem hogy egy újfajta látásmódot. Látásmód hogy alakult ki annak idején? És Gogennél ez abszolút látszik. Igen, Tehát, mert, hogy mert például hogy a... nincsenek árnyékok, hogy ilyen teliszíneket használ nem? Mint egy ilyen kicsit, egy ilyen kicsit kifestő. Igen, igen, tehát néha mondjuk azt is mondhatnánk, hogy gyerekes egy, egyik másik kicsit. Ahogy ugye benne van ez is, hogy a, a benne lévő, az emberben benne lévő ilyen természeti vagy barbár valaki, és ugye a, a benne lévő gyerek az, amihez így igen, visszanyúl igen. tulajdonképpen. Tehát és ez tök jó és lesz. A ugye? ahol az ősi ösztönek még így munkálkodtak, meg gondolom az ő népművészetükben is megjelentek ezek az egyszerű formák, amiből szintén merítkezett. Hát rengeteg minden van a háttérben, amit nehéz azért film... Sokkal könnyebb filmen megmutatni amúgy, mint hogyha leírsz egy 500 oldalas könyvet róla. Én ezt hiányolom mind a két filmből, hogy nem... Tehát nem éltek az eszközeikkel eléggé. Uh -huh. Nem mélyültek, vagy nem merültek el ebben a témában, és ezt akartam még az előbb mondani, bocsánat, hogy, hogy a 2003-as filmnek a rendezője kiderült a filmből, hogy látott eredeti képeket, fotók, fényképeket. Gogárról, uh -huh. mivel az egyik fotója az meg is elevenedett. Eszembe is jutott róla az nek volt a Losing My Religion. Uh -huh. Emlékszel? Ott kerevedjú festményeket állítottak be, hogy újra. Ja, Mondjuk ha, azt, hogyha azt nem, nem ismeri a kerevedjú festményeket valaki, akkor nem tudja, hogy azok azok. Tehát De én te sem je... tudtam. Tehát, tehát ott festmények voltak Aha. beállítva élő emberekből. Tehát mintha azt festette volna le, ha lett volna akkor fényképp. Igen, és hogyha, ha már ugye a vizuális... Meg, csak csak ja, még ugye... egyet, hogy volt ez a kép, hogy ő az az angolánál. Tudod, amiről beszéltünk? Ja, azt mondtad. Van ez a fotó. Ezt elfejtettem megnézni aztán. Az, az ebben a könyvben nincs benne, de neten fent van, hogy ilyen, ing, ilyen rövid ing, olyan, mintha valami háló lenne rajta, ilyen, tehát gatya nélkülül a Csupa lábbal az ongor előtt, mert ez a kó van rajta. És ez egy fotó. És ez, ez a filmben megjelenik, amikor ott gondolkozik, ölődik, kifer, kí játszott a gogen. Mm -hmm. Tehát így lebuktatta magát a rendező, hogy igenis látott fotókat. Hát róla. Biztos látott, csak neki ez volt a művészi koncepciója, hogyha hippi, akkor legyen ilyen lobogóhaja és négy gyereken. Ezt nem tudom, nem jön össze de nekem. Az... De mondjad, mit akartál. Hát csak a festészet megjelenítésével kapcsolatban, hogy ugye egy párhuzam, hogy van egy festmény, ami mind a kettőben, aminek a születésére, hát sok fek festmény hasonfekvő. születésére koncentrálnak, de ez a hasonfekvő, aminek mi is a címe. Akt. Megint, megint elfelejtettem, pedig akt. már csomószor megnéztem, hogy, hogy mi a címe valami... A holtak szellem, szelleme őrködik, amikor hason fekszik ez az első tahiti felesége, és, és hát ez mind kettőben benne van, hogy mind a kettőben éppen rosszul érzi magát a lány nagyon. és Dúzzog. Dúzzog, szenved. Ugye az első filmben ott, ez azután van konkrétan, hogy ledöntik ott a bálványokat. Tehát ott benne van egy ilyen vallási vonal, hogy van egy papa ki, aki hát nagyon, igen, nagyon küzd az ellen többekkel együtt, hogy ez a barbár vallás a és ugye bálványimádás, meg stb. És akkor felgyújtják, ugye a tűz, tűz is megjelenik mindkét filmben, felgyújtják a bálványt, meg ledöntik, és akkor a lány nagyon ki van akadva, és, és hát akkor ott fekszik hason, és akkor festi meg ugye, ezt a bizonyos híres képét, és ez a másodikban is benne van. Ott még durvábban jelenik meg az, hogy mert az elsőben ott ápolgatja a lányt, meg vigasztalgatja sokkal jobban. Viszont a, a realisztikusabb 2017-es verzióban, ott, ott, ott érzed a legjobban, hogy hát igen, ez a lány tulajdonképpen csak arra való, hogy ihletet adjon neki. Tehát, hogy biztos a maga módján szereti, persze, de azért ez az önzősége itt, itt nagyon hangsúlyos, hogy, hogy meglátja, és akkor fú, ezt rögtön le kell festenem ebben a pózban. És hogy annyira nem foglalkozik a lelkével, a csajnak, vagy egyéb sérüléseivel. Hát. Öm... Jó, most annyi mindent tudnék még mondani, bár nem sok erre. Hát lehet. Igen, igen. És nem is tudom, melyiket válaszom ki. Azért én még vissza szeretnék térni erre a Marló, Marlon Brandós párhuzamra, hogy, hogy nekem ez annyira félelmetes volt, amikor így eszembe jutott, hogy, hogy Marlon Brandó is Tahitin őt vette, és ugyanilyen személyiségnek írják le, akik ismerik, uh -huh. vagy ismerték, hogy hogy ugyanez az újító, ugyanez, tehát aki mondjuk a színészetben, vagy a, a színművészetben volt forradal már, hogy teljesen más stílusban játszott, mint addig, rendkívül tehetséges volt, rendkívül különc volt, önző, narcisztikus, szexmániás, tehát hogy, tehát, hogy érdekes, hogy ez a férfi típus vonzódik a tahiti feelinghez. Hát igen, lehet, hogy azért, mert hogy így könnyebben alárendelődnek azok a nők. De nem, mert kiderült, hogy nem. Hát, de részben mégis. Tehát persze, hát aztán elege, elege lett annak a lánynak is, vagy elegük lett, de hogy, vagy hogy ott könnyebb leakasztani mondjuk egy ilyen odaadó lányt. De nem, mert visszamentek. Tehát nem csak egy futó kaland volt, vagy ötlet volt, hogy ő most. Ja, hát egy persze, mert meg ugye több, több, nőt is elfogyasztott ott, és mindegyik kiskorú volt, vagy mai szemmel nézve, nem annyira. 10 tíz évig házasságban élt ezzel a nővel. Hát, hát, igen. hát meg az is ugye egy szép tahiti nő volt, színésznő. Hát nem tudom. Na <laughs> mit szeretnél? Mit, mit, mit hagytál még ki, ami benned maradt? Egyébként azt mondjuk már el, hogy a képcíme amit emlegettünk, a, a, hát mondjuk az összefoglalása a tahiti időszaknak, ez a honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk. Na, akkor a honnan jövünk, hová megyünk, azt megjegyeztem. Igen. A mik vagyunk. Hát ez ugye az élet nagy kérdése, amire a Galaxis úti kalaustopposoknak című könyvben az a válasz, hogy 42. Tehát <laughs> ezt, ezt a kérdést és tette fel Gogen is. Még most azon gondolkodtam, hogy még mi volt, amiben, ugye mert na, szeretünk ilyenkor hasonlóságokat, meg párhuzamokat keresni, hogy, hogy mi az, amit nem említettem. Hát például, hogy mind a kettőben van egy ilyen uh, tahiti haver, vagy egy ilyen ottani emberke, akivel ő ott beszélget, meg filozofágat. Ugye a Kiefer sutherland filmben ez egy, ő nem tudom, ő egy kereskedő Igen. volt a másikban pedig egy orvos, aki ott ápolgatja, meg próbálja jobb belátásra bírni a makacs hogy Ja, hogy minden baja van egyébként, ez is jobban megjelenik a, a Kassel féle a második, változatban, hogy, hogy ő nagyon rozzant volt abban az időszakban is már. Tehát ez az az első még... filmből. abszolút nem derül ki, hogy Fú, hát ő így nagyon rosszul érezte ott magát. Hát, Igen, meg, meg hogy beteg is volt, tehát igaz ez még olyan tíz évvel halála előtt volt az első utazása, de hogy már akkor rozzant volt, tehát már akkor minden baja volt, köhögött, meg mindenféle ilyen egészségügyi gondok. Még szabad ne felejtsd, azt olvastam róla, hogy egyébként, ez nem tudom, mert nem néztem végig ezt a keszelési mert angol felirattal adtad ide. Hát, mert máshogy nem volt, ezt el kell mondani. Azt mondtam, hogy jó, meg, meg fogom nézni mindenképpen, mert nagyon érdekel, de megvárom, amíg lesz számomra is könnyedebben befogadó szöveg hozzá. Szóval, hogy ö, azt olvastam, hogy amikor a második útján megint összejött a, az első csajába, kislánya, igen, de aztán így azt mondta, hogy úristen, hát tele van mindenféle levedző sebekkel a teste, úgyhogy inkább hazament, mert hogy így örömmel mert újra találkozott vele, mint a volt. De várjál most, melyiknek volt tele a lánynak? Né. Ja nem, tehát, hogy ő, ő ma... Ennyi. Hogy jutott Hogy egy csajnok? de hogy... Ja, hát egy nő nem, nem lehet meg a szarai is rózsa illatú. Tehát, hogy ja, ja. hogy Gogen volt már olyan rossz állapotban, Aha. amikor nagy nehezen visszavergődött ugye másodszor Tahiti-re, és már ott is nagyon, tehát sokkal rosszabb volt neki, mint először. Semmi nem jött össze, semmi támogatása nem volt, semmi pénze. És, de ez a második részben ki is derül. Hogy, vagy az az első útja volt? Hát az, az első útjáról szól, volt. igen, igen. Na mindegy, a második a az még rosszabb volt. Pénik. És e, tehát, hogy ennyi van, csak egy kép, hogy, hogy a csaj ezt megjegyezte. Aha. Valami leírásban volt ez, hogy hogy ilyen sebekkel volt tele a teste. Akkor már sánta is volt, ugye? Igen, bokárukta valaki, tudom, ami volt ilyen. Miatt, mindegy. Szóval, hogy nem volt már ő akkor annyira vonzó a nőknek, de mégis akart egy megint egy másik kis 13 éves lány, ugye, a második Igen. alkalommal. Hogy talán az már nagyon öreg volt, az már 14 volt, azt hiszem, az <laughs> a második, akit, akivel összejött. Na és még utolsó párhuzamnak, még a művészetének kritikájával kapcsolatban is érdekes, hogy, hogy beszéltünk róla, hogy kik a műveit, de úgy mindkét filmben megjelenik az, amikor ott éppen egy műértő kritikus, az ott megszakérti a Gogen művet, és akkor felhívja rá a figyelmet, hogy ez mennyire csodálatos. És ugye az első korábbi filmben is az van, hogy akkor ott áll közvetlenül mellette Gogen, de hogy a kritikus az nem tudja, hogy ő Gogen, hanem azt hiszi, hogy ő is egy nézelődő, egy kiállítás látogató. A második filmben pedig Gogen messziről szemléli azt, hogy éppen ott megint csak valaki nagyon magyarázza, hogy mennyire csodálatos az ő művészete. És hát gondolom, ilyenkor megint visszajön az önbizalma, és azt képzeli, hogy majd pénzé is tudja tenni ezeket a képeket, csak aztán nem annyira jön össze. Bár a vége felé már, már, már jobban ment neki, azt hiszem, halála előtt nem ezt sokkal. Szóval is teszik, hogy jaj, megkapott két jó kritikán. De már akkor el is adogatott talán. Na, úgy látom, hogy. De, mint már megérkezett egy következő vendég. Várjál. Akkor most mi elköszönünk. Még ezt kell. folytatjuk szerintem. Uh -huh. Vagy Bogánnál, vagy más festőkkel, vagy mindegyikkel. És akkor nem sokára jön a Slam Poetris kis műsorunk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok.